A győzelemért, a békéért és a nyugalomért mondott közös imára gyűltek össze Ungváron a különböző vallások és intézmények képviselői. Bože, my slavimo tebe za vsi počutí naši molitvy. Istenünk, dicsérünk téged minden imáért, amelyet meghallgattunk. Dicsérünk téged a katonáinkért, akik ma éjjel vigyáztak ránk és őrségben voltak. Dicsérünk téged bátorságukért, nagy lelkűségükért és erejükért. Dicsérünk téged az életünkért, azért, hogy ma imádkozhatunk. A különböző felekezetű hívek részvételével tartott közös ima nem új keletű gyakorlat Kárpátalján, de ez az első alkalom, hogy ilyen formában történik. Az ima reggelik gyakorlatát az Egyesült Államokból vették át. Szeretnénk imádkozni Ukrajnáért, az ukrán népért, a katonáinkért, azért, hogy a hadifoglyok élve térjenek haza, az anyákért, akik várják gyermekeiket, és azért, hogy eljöjjön a béke, a nyugalom. És végre dolgozhatnánk országunk fejlődéséért és jólétéért, fogalmazott a megyei tanács elnöke. Amikor megszerveztük ezt a reggelit, voltak, akik azt mondták, hogy ez talán nem szükséges, nem időszerű. De mi meg vagyunk győződve arról, hogy szükséges. Éppen most van az ima ideje, amikor az ország szenved, amikor az ország lángokban áll, amikor az országban zűrzavar van, akkor kell egyesülnünk az Istenhez szóló imában. Ma ezt nem első ízben tesszük Kárpátalján, de ilyen szinten először, mondta a megyei tanács alelnöke. Ukrajnában a spirituális témákkal kapcsolatban létezik egy szép európai kommunikációs forma. Ez nagyon népszerű a világon, nagyon aktívan használják az európai és amerikai hagyományokban. Ma Ungváron ez ennek egy mini formátuma, nyilatkozta Oksana Bilozir. Az ima reggelire meghívást kapott Kárpátalja valamennyi felekezete, valamint a különböző struktúrák képviselői, beleértve a kormányzati szerveket is. Azért jöttünk össze itt, hogy imádkozunk a békéért, és nagyon reméljük, hogy ez a közös béke ima reggeli által még jobban szívünk imánk által erősíti az országunkat, és mindnyájunkat, hogy ebbe a békébe éljünk, és ezt a békét vigyük tovább a szolgálatunkban, minél hamarabb a béké uralkodjon országunkban. Erre tényleg szükség van, mert a politikusok és az államférfiak azzal törődnek, hogy fegyvereket szerezzenek a védekezéshez. A szellemi vezetők, a papság pedig azzal törődik, hogy a mennyei atya szellemi fegyvereket adjon nekünk, hogy vissza tudjuk verni az agresszort ezen a területen, vissza tudjuk verni azokat, akik ma gonoszságot tesznek a népünkkel szemben, fogalmazott az esperes. Az imádság nagyon fontos az élet minden szakaszába, és főleg itt most Ukrajnában az imádság fontos, hogy a Jóisten meghallgassa minden embernek az imáját, hogy minél előbb legyen vége a háborúnak, és hogy békesség legyen ezen a földön, az országban, és itt nálunk Kárpátalján. És bár Kárpátalja nálunk még a háború idején is a béke szigete, de annak ellenére nagyon sokan gyűltünk ma itt össze, imádkozni fogunk az országért, imádkozni fogunk a háború befejezésért, imádkozni fogunk a gyermekekért, akik meghaltak a háborúba, a háborúba elveszített családtagokért is fogunk imádkozni. Egy perces néma csenddel tisztelegtek azok előtt, akik életüket adták a hazáért. Imádkoztak a hazavédőiért, az orvosokért és civilekért, a hazavédelmezőinek családjaiért és az önkéntesekért is. Az eseményhez a katonák is csatlakoztak. A rendezvényen összesen 150-en vettek részt.